Szerbia lezárja a határait azok előtt, akik koronavírus gócpontoknak számító területekről érkeznek. A szerb kormány kedden hozta meg erről a döntést. Ideiglenesen megtiltották az olyan külföldi állampolgárok Szerbiába való beutazását, akik a koronavírus fertőzéssel leginkább érintett országokból indulnak. Nem érkezhetnek külföldiek Olaszországból, Kína egyes érintett tartományaiból, Dél-Koreából, Iránból és Svájc egyes részeiből. Emellett a szerbiai egészségügyben és szociális szférában dolgozók sem utazhatnak az érintett országokba. Dr. Goran Stamenković, az egészségügyi miniszter tanácsadója és a koronavírus ügyével megbízott szerbiai munkacsoport alelnöke a szerbiai RTV-nek elmondta. Azt is javasolják, hogy azok a szerbiai állampolgárok, akik a koronavírussal keményen sújtott államok valamelyikéből érkeznek Szerbiába, külön üljenek el, még akkor is, ha nincsenek gyanúra okot adó tüneteik. A javaslat szerint ezek az emberek tartsák magukat házi karanténban, amelynek 14 napig kellene tartania. A cél, hogy a környezetükben élőket megvédjék. To je praktično u kućnim uslovima, zato zovemo samoizolacija i vrlo je važna ta jedna lična, da kažem, odgovornost, praktično samoodgovornost, jedna samodisciplina i očekujemo od građana Srbije da će na taj način dati doprinos u ovoj, da kažem, ipak jednoj vrlo važnoj, da kažem, našoj ovoj borbi, odnosno, da kažem, naporima da na neki način sačuvamo kompletno građane Srbije. Szerbiában eddig 4 koronavírus fertőzöttről tudnak, legújabban 2 fiatal nőnél mutatták ki a betegséget, mindketten szerb állampolgárok. Úgy tudni, egy külföldi nővel voltak kapcsolatban, feltételezhetően tőle kapták el a vírust. A külföldi személy kiléte és állampolgársága azonban egyelőre nem ismert. Csak azt tudni, hogy Belgrádban vendégeskedett, majd nem sokkal később kiderült róla, hogy koronavírusos. Az első szerbiai fertőzött, a 43 éves topolyai férfi jelenleg a Vajdasági Klinikai Központban van elkülönítve, míg a 2 fiatal nőt Belgrádban kezelik a fertőző betegségek klinikáján, csak úgy, mint azt a kínai állampolgárt, akiről Szerbiában másodikként derült ki, hogy fertőzött. A Belgrádban kezelt betegek állapotáról Goran Stevanović, a belgrádi fertőző betegségek klinikájának igazgatója adott tájékoztatást. Svi oni imaju respiratorne tegobe, imaju početne znake zapaljanskih promjena na plućima, što je uobičajeno za ovu formu bolesti, ali su sasvim dobrog opšteg stanja, ne nalaze se u jedinici intenzivne nege, nalaze se na odjelenju opšteg tipa što se nege tiče, ali normalno u sistemu stroge izolacije kako ova bolest zahteva. A megelőzés van továbbra is előtérben. Ne menjünk tömegrendezvényekre, zárt térben is legalább 1 méter távolságot tartsunk a másiktól. Jako je bitno naglasiti da sve osobe koje dobiju simptome respiratorne infekcije da se ne idu same kod lekara da bi sprečili da eventualno ukoliko je osoba potencijalni nosilac infekcije da ne bi prenosila infekciju dalje. A kormány keddi közleménye szerint a szerbiai hatóságok eddigi fertőzést megelőző intézkedései, a fokozott egészségügyi ellenőrzések a határátkelőkön és a repülőtereken hatékonyak voltak, és összhangban vannak az egészségügyi világszervezet ajánlásaival. Ezért lehet az, hogy csak 4 koronavírus fertőzött van Szerbiában.